Bajnait is tüntetők fogadták Gyöngyösön. A kóser piacra termelnének a karácsondi majorságban. 50 rászoruló család kapott vetőmagot. Jó estét kívánok, ez az Aktuális május 16-án, jönnek híreink részletesen. 15%-kal emelni a pedagógusok reálbérét az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Szövetség. Erről Bajnai Gordon, a szövetség vezetője beszélt Gyöngyösi Lakossági Fórumán. A volt miniszterelnök a felsőoktatással kapcsolatban azt mondta, a forrás megvonások miatt például Gyöngyösön minden tizedik oktatót az elbocsátás fenyeget. Ahogy az utóbbi időben minden országosan ismert politikust, úgy Bajnai Gordont is tüntetők fogadták Gyöngyösön. A volt miniszterelnök közben odabent teltház előtt tartott fórumot. Azok az érdeklődők, akik pedig már nem fértek be, kivetítőn követték az Együtt PM vezetőjének előadását. Bajnai Gordon arról beszélt, leépül a felsőoktatás Magyarországon, amely a gyöngyösi főiskolán is tetten érhető. A gyöngyösi főiskolától a költségvetésének a 40%-át az egyéves költségvetésből 5 hónapnyit vettek el az idei évben. Ez azt jelenti, hogy minden tizedik oktatót elbocsátás fenyeget, leépül a felsőoktatás, nem csak itt, az egész országban. Hova menjenek ezek a fiatalok, akik nem tudnak diplomához jutni? Ha nincs ilyen képzettség, akkor munkát se fognak találni. Hát logikus, hogy külföldre próbálnak menni. A volt miniszterelnök azt mondta, kormányra kerülve visszaállítják a 2010-es keretszámokat és eltörlik a hallgatók röghöz kötését. Bajnai Gordon szerint a pedagógusok megbecsültségét is vissza kell állítani, ezért 15%-kal emelnék a reálbéreket. A pedagógusoknak egy olyan kiszámítható, nem is életpályát, kimerem mondani ezt a szót, karriert kell kínálnunk, amelyben ők olyan anyagi megbecsülést kapnak a teljesítményük mellé, amivel érdemes ezen a pályán maradni, érdemes előre menni, és érdemes, mint ahogy most is teszik, szívüket, lelküket az egész pályájuk alatt beletenni abba, hogy a mi gyerekeink jól képzettek legyenek, és olyan tudást kapjanak, amivel munkához jutnak, ha felnőnek. Bajnai Gordon gyöngyösi programja során meglátogatta a Magnetek Ungán Pipishegyi üzemét. A volt miniszterelnök azt mondta, a látogatás megerősítette abban a hitben, Magyarországnak csak az oktatás rendbetétele és megfelelő szakképzés esetén van esélye a felemelkedésre. Bajnai Gordon hosszabb interjút adott televíziónknak, a beszélgetést a jövő heti fórumban láthatják. A kóser piacra szeretnének termelni a karácsondi autista majorságban, ahol 12 autistát és közel 30 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnak. A jövőben pedig még többet szeretnének. Ehhez azonban az kell, hogy a jelenlegi állami tulajdonú cég jogosultá váljon uniós forrásokra is. Karácsondon egy mintafarmot szeretnének létrehozni, tájékoztatta a vendégeket Kis Zoltán, a majorságot üzemeltető Főkefe mezőgazdasági alosztály vezetője. 50 főt foglalkoztatnak, közülük 12 autista és 28 megváltozott munkaképességű, de több száz ember tudnának foglalkoztatni, ha Európai Uniós forrásokra pályázhatnának, ami azonban egyelőre a cég szerkezete miatt nem lehetséges. Az izraeli nagykövet meghívásával nem titkolt céljuk, hogy bekerüljenek a kóser piacra egy izraeli befektető cégen keresztül. Akik hajlandóságot mutatnak arra, hogy az ő általuk megadott technológiával, az ő általuk finanszírozott befektetési háttérrel egy speciális piacra, az úgynevezett kóser piacra tudnánk szállítani zöldségeket, valamint feldolgozott, szállított leves, illetve savanyított termékeket, amihez ők nem csak egy szakmai segítséget, hanem úgy tűnik, hogy pénzügyi befektetői támogatást is hajlandóak adni. Ilan Mor izraeli nagykövet a bejárást követően elmondta, a látottak meggyőzték arról, hogy itt minőségi termelés folyik. Büszkeséggel töltött el, hogy izraeli precizitás alapján termesztik és öntözik a palántákat egészen a paprika szedésig. A nagykövet továbbá azt a társadalmi felelősségvállalást is méltatta, amellyel az itt élő autistákról gondoskodnak. A majorság vezetője azt a területet is megmutatta, ahová azt a két fóliasátrat építik, amelyekben jövő évtől a kósertermesztés számára a palántákat nevelik. Ezek a kezdeményezések Kovács Zoltán államtitkár szerint is példaértékűek, és a következő pénzügyi ciklusban igyekeznek forrás lehetőséget teremteni az állami cégek számára is.
Nekünk is igyekeznünk kell arra, hogy például az állami vállalatok, vagy az állami tulajdonban lévő kis-közép, illetve akár nagy vállalatok is ugyanolyan eséllyel és ugyanolyan formában tudjanak bekapcsolódni ezekbe a pályázatokba, mint a külső pályázók. Ezeket a termelő ágazatokat érdemes bekapcsolni a közétkeztetésbe is, így újabb piacokat lehet megcélozni, tette hozzá az államtitkár. Az ápolók nemzetközi napja alkalmából megyei ünnepséget és tudományos ülést tartott Gyöngyösen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves megyei szervezete. A tanácskozáson szakmai kitüntetéseket is átadtak. Az egészségügyi intézmények csak ápolókkal együtt lehetnek teljesen. Hiszen az ápolók sokszor azt is látják, amit az orvosok nem. És az ápolóktól a betegek sokszor azt is kérik, amit az orvostól nem. Faragó László polgármester az ápolók nélkülözhetetlen szerepére hívta fel a figyelmet, méltatva az egészségügyben dolgozókat. Az 1800-as években tevékenykedő Florence Nightingale áldozatvállalása ma is példát mutat a szakma számára, hangzott el az ünnepségen. A türelem, mint ismerjük, azért elég problémás a mai napokban, hogy mennyire túlhajszoltak a szakdolgozók is, a betegeknek is a türelmetlensége, tehát azért ez benne van a mai egészségügyben. De arra törekszünk, hogy lényegében olyan emberek dolgoznak, olyan szakemberek ezen a pályán, akikben ez megvan. Az ápolói szakma magas szaktudást igényel, mely nem párosult anyagi megbecsüléssel, mondta Bodnár Krisztina ügyvezető igazgató. A tavalyi béremelésből kimaradt diplomás szakápolók fizetését hamarosan emelik, jelentették be a napokban, és abban bízik, ebből már nem maradnak ki a gyöngyösi kórház dolgozói sem, tette hozzá a vezető. Az ünnepségen szakmai kitüntetéseket is átadtak. Az idén a megyében négyen vehettek át elismerést, köztük Kovács Edit, a Bugát-Pál kórház ápolási osztályának vezetője, aki 1984 óta az intézmény dolgozója. Akkor még igazából csak közvetett kapcsolatom volt a betegekkel. Mindig is vágytam arra, hogy személyes kapcsolatba kerüljek velük, hogy tudjak rajtuk közvetlenül segíteni. Ezért volt számomra nagy kihívás, amikor felkértek az ápolási osztály vezetőjének, hiszen ott napi kontaktusban vagyok a betegekkel, hozzátartozókkal, ami valóban hatalmas nagy empátiát, türelmet, szakmai elhivatottságot igényel. De ez az életem, ezt szeretem csinálni. Az ünnepségen tudományos előadások is elhangzottak, majd a Gyöngyösi Kórház dolgozóinak alkotásaiból nyílt kiállítás. Összesen 50 rászoruló család kapott vetőmagot Gyöngyösen az Egri Főegyházmegyei Caritas jóvoltából. A gyöngyösi önkormányzat hasonló szervezetek segítségével igyekszik folyamatos támogatást nyújtani a mély szegénységben élő családoknak. Az adományban részesülő családok nagy része életében először ültetett vetőmagokat. Ebben az udvarban is elültették már a nemrégiben kiosztott vetőmagokat, néhány ezek közül már kisorol, pedig a család már nem is remélte, hogy lesz belőle termés, mivel a patakmenti udvar talaja nagyon köves. Farkasék örültek a kapott vetőmagnak, azt mondják, jól jön majd a háztartásban. Segítség lesz, mert elég szegényes helyzetben élünk, hát remélem, hogy lesz belőle valami. Ebben az udvarban is szépen sorolnak a zöldségek, itt viszont már jobb a talaj minősége, így a termés is biztosan jobb lesz. Jól látszik, minden kikelt, amit elültettek, sőt már vásároltak is hozzá újabbakat. Ami hiányzott, még paradicsom, amit tudom, hogy szeretik a gyerekek, olyanokat vettem még hozzá. A cigány kisebbségi önkormányzat egyik képviselője, Cékmány Krisztina kísért el a családokhoz. Ő az adományok kiosztásában nyújtott segítséget. Évek óta jól látszik, hogy úgy néz ki, hogy a mezőgazdaság tudja egy kicsit kárpótolni az ilyen nagyon nehéz sorsú embereket, hogy valóban a saját termeléssel, állattartással, ugye a háztartási kiadások valamivel csökkenthetők. És én ebbe bízok, hogy ez most egy jó kezdeményezés, és jövőre valóban, hogy az állatokkal kibővítve egy komplett olyan gazdálkodást folytathat egy család, ami már segítséget jelentett tényleg így az anyagi terheken túl. Az önkormányzat igyekszik segíteni a rászorulókon, így a Caritasszal együttműködve juttattak 50 családot vetőmagokhoz. 50 olyan egységcsomagot kaptak, amiben vetőburgonya, zöldségfélék, zöldségmagok, borsó, hagyma egyéb szerepeltek. Ennek az volt a feltétele, hogy egy megállapodást kötöttek, vagy írtak alá a kert megművelésére, ezeknek a termékeknek az elvetésére,
és gyakorlatilag ennek a folyamatos kezelésére. Egy szociális szövetkezetet szeretnének létrehozni, amitől azt remélik, a családokat az önfenntartás irányába vezethetik, így azok, akik most még csak saját fogyasztásra veteményeztek, később takarmány növényeket ültetnek, amivel megteremthetőek az állattartás feltételei is. Almási Pálnak, a függetlenségi nyilatkozat kihirdetőinek állít emléket a Tisztelet az elődöknek elnevezésű éremsorozat legújabb darabja. Az érmét a Mátra Művelődési Központban megrendezett szokásos májusi érembőrzén mutatták be. A Richter Gedeont, Bugát Pált, Guba Pált, Hanák Kolost és Orci Lőrincet ábrázoló érmek után ez a hatodik darabja a sorozatnak, amelyet 9-10 darabosra terveznek. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének gyöngyösi csoportja 2009 óta rendezi meg minden év májusában a bőrzével egybekötött gyűjtő találkozót. A csoport új titkára Szekrényes Gyula azt mondja, a bőrze mostanra már rangos rendezvényé nőtte ki magát, de szeretnék az ország legnagyobb érmes eseményei közé felemelni. Szeretnénk olyan nagyokká tenni, mint az ország nagyvárosaiban. Kecskeméten a híres napok alkalmával vannak ilyen nagy összejövetelek, Székesfehérvárott, Győrött, Debrecenben, Nyíregyházen, ezek mind-mind még most nagyobb gyűjtő találkozók, de reméljük, hogy a következő években szintén utolérjük őket. A csoport és a város népszerűsítésére indították el 2010-ben a Tisztelet az elődöknek című éremsorozatot, melynek eddig 5 darabja készült el. A Richter Gedeon, a Bugát Pál, a Guba Pál, a Hanák Kolos és az Orci Lőrinc érem. Egy év szünet után most megjelent a sorozat legújabb darabja, mely Almási Pálnak, Gyöngyös 1848-as képviselőjének állít emléket. Pár napja került ki az éremverdéből, az ország egyik leghíresebb éremverdéjéből ez az érme. Szabó Géza ötvös műhelyében készült el, mint tudjuk, 40 darabos limitált szériában az ezüst, 150 darabos limitált szériában a bronz, ugyanúgy, mint az előtte lévő 5 érmünk. Az almási érem a gyöngyösi és a gyöngyös halászi önkormányzat támogatásával valósulhatott meg. Sikerét jelzi, hogy már a bőrzén is sok elfogyott belőle. Az Éremgyűjtő Egyesület idén ősszel még egy Vahot Sándor érem kibocsátását tervezi, jövőre pedig Páter Kisszalé születésének 110. évfordulóját szeretnék új éremmel megünnepelni. A B-Bron gyöngyös felnőtt csapata a felsőházi rájátszás 5. helyért vívandó első mérkőzését a fővárosban az FTC Plernél kezdi meg. A mérkőzésre készülő csapat és edzője is kihívásként tekint a találkozó elé. Valahol fekszik nekünk a Fradi, tudunk ellene kézilabdázni. Mennyire leszünk motiváltak? Szóval nem tudok más mondani, hogy azok a meghatározó játékosok, akik még megmaradtak itt, ők mennyire teszek oda magukat, mennyire van a fejébe, hogy csak meg ne sérüljön, csak essen túl ezen a bajnokságon. Én látom azt, hogy jó pár játékosom, főleg a fiatalok, azok biztos, hogy harapni fognak. Az idősebbek közül is egy-kettőn azt érzem, hogy nem mindegy neki, hogy most egy 5. helyre be tudunk futni. Én személy szerint én 5. helyre szeretnék búcsúzni, mert az én hiúságomnak is jót tenne. Vagyis én biztos vagyok benne, hogy a lehetőségekhez képest mindent elkövetek azért, meg a játékosaim is mindent elkövetnek, hogy tényleg akkor jöjjünk egy helyet előre a tavalyihoz képest, annak ellenére, hogy azt mondom, hogy avval, hogy mi felsőházasok lettünk, mi megtettük, amit meg kellett tenni. A péntek esti mérkőzésről biztosan hiányzik majd sérülés miatt Hudák, Bakos és Varsandán, a Balmazújvárosban vendégeskedő Gúnya Péter, Doros Ákos és Sándor Roland is. A visszavágóra hétközben május 22-én szerdán kerül majd sor. Még idén egyesülnek Heves, Nógrád és Jász-Nagykunszolnok megye volánjai, csökkentik a kiadásokat és a párhuzamosságokat. Az új központ közel 9 milliárd forintos saját tőkével, 2140 dolgozóval és 817 autóbusszal gazdálkodhat majd. Nettó árbevétele az 5 volán tavalyi adatai alapján 25 milliárd forint körül alakul majd évente. A MOL csoport 300 milliárd forintot kíván beruházni a következő 3 évben Magyarországon a piac szűkülése ellenére, betartva a múlt év őszi ígéretét, erősítette meg a MOL csoport magyarországi működésért felelős vezérigazgató helyettese. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsden vezető részvényei.
A Magyar Telekom 355, a MOL 16475, az OTP 4933, a Richter 34310, a TVK pedig 1920 forintba került a nap végén. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 18707 ponton zárt, ez legutóbbi értékéhez képest 94 pont emelkedést jelent. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Emelni a pedagógusok bérét az Együtt 2014 és a PM kormányra kerülve. A kóser piacra szeretnének termelni a karácsonyi autista majorságban. Az ápolók nemzetközi napja alkalmából megyei ünnepséget tartottak Gyöngyösön. 50 rászoruló család kapott vetőmagot, volt, aki életében először veteményezett. Tisztelet az elődöknek, új érmét mutattak be az érembőrzén. Keressék híreinket az interneten, a gyöngyöstv.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket, aktuális legközelebb holnap lesz majd a szokott időpontokban, akkor Gál Irén várja önöket. Tartsanak velünk, minden jót a viszontlátásra!